Petrányi Zoltán vállalkozása a Profi Box Promotion március 12-én ismét hivatásos ökölvívó mérkőzéseket rendezett a Gentleman Fight Clubban. A nap során elsőként Babik István és Ház László lépett ringbe egy 4 menetre kiírt nagyváltósúlyú meccsen. A találkozót az első pillanattól kezdve Ház irányította, aki pontosabb és gyorsabb volt a bátor Babiknál. Ház folyamatos fölénye a 3. menetre érett be, hiszen a felvonás végén testen leütötte Babikot, akit a mérkőzés vezető ki is számolt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem volt egyszerű, mert most egy jó másfél hónapos válsérülés után lépte először szorítóba. Így megpróbáltam az első pár metben, hogy egyáltalán mennyire fog menni ez a balhorog jobb felütés, mert mind a két vállam igazából rossz volt a múltkor. És mikor rájöttem, hogy tudom irányítani, azért a harmadik metben már megpróbáltam meghúzni kicsit az ütésszámokat, és így sikerült is lezárnom. Molnár József és Sánta Krisztián 4 menetes nagyváltósúlyú mérkőzése kitűnő bunyót hozott. A két fél az első pillanattól kezdve komoly tempót diktált, mellyel igencsak megnehezítették egymás és a pontozó bírók dolgát. A végig kiegyenlített összecsapás hajrájában mindkét öklöző láthatóan elfáradt, így nem tudták saját maguk javára fordítani a mérkőzést, vagyis a 4 menet után jogos döntetlennel zárult a találkozó. A mérkőzés eldöntetlen. Szívós volt a srác, ezt láttam egyébként egy videón, korábban megnéztem egy meccsét a Dimitri ellen. Láttam, hogy nagyon szívós a srác. Hát ezt csak tegnap láttam sajnos, nem volt idő felkészülni rá. Évele óta egy nagy súlyos kondis edzésen vagyok túl, és hát úgy 2-3 hete kezdtem el a gyorsító edzést futásokkal, és szerintem ez még kicsit korai volt, de nagyon jó volt, jól éreztem magam a ringbe. Csalódott vagyok, már a 3. menetben egyszerűen elment a kondis, nem tudta ütni ezt. Úgy éreztem, hogy most talán az lesz az előny, egy kicsit fogok működök is, akkor így talán a kondim visszajött egy kicsit, de 4. menetre már ment. Zsálek Ferenc és Olá Csaba nehéz súlyú összecsapása már korán sem volt ennyire kiegyenlített. Zsálek az első pillanatoktól kezdve óriási fölényben boxolt a túlélésért küzdő Olá ellen. Dőri Miklós mérkőzésvezető pedig az 5. percben elégelte meg az egyoldalú csatát, és léptette le a komoly bajban lévő Olát. Az az igazság, hogy nem éreztem úgy a bunyót, ahogy kell. Most jöttem fel Pécsről, ez 3 óra volt, hosszú volt, korán keltem. Mennyasszonyom este szülni fog, stressz van rajtam, úgyhogy amit kellett, azt hoztam, próbáltam hozni, de igazság szerint ezt hamarabb is be lehetett volna fejezni és szebben boxolni, de azért így is elégedett vagyok. Hortobágyi Tamás és Borovit Zoltán mérkőzése szintén rövidre sikerült. Az első pillanattól kezdve Hortobágyi folyamatos és kemény akciókkal bontogatta Borovicsot, aki csak elvétve tudott válaszolni. A menet végén aztán Hortobágyi testen leütötte Borovicsot, aki folytatta ugyan a találkozót, ám a következő akció már a mérkőzés végét jelentette, vagyis Hortobágyi Tamás első menetes TKO győzelmet aratott. Nagyon élveztem, tudtam hozni a verekedős bugyómat, srác is partner volt benne, hát én bizonyultam a jobbnak. Ebben nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani felkészülésembe Esztán Lászlónak. A nap záró mérkőzésén Marosi György és Petrovics János öklözött 4 menetet. A nagy középsúlyú meccsen Marosi kezdett jobban, pontosabbnak és dinamikusabbnak bizonyult a korábbi olimpikonnál. A folytatásra némileg kiegyenlítődött a csata. Petrovics többször szépen akciózott, ám Marosi így is kézben tartotta a mérkőzést, kihasználva jelentős fizikai fölényét. Az árómenetre Marosi némileg visszavett a tempóból, így Petrovics irányította a menetet, ám végül a pontozás Marosi Györgynek kedvezett. Nagyon jó volt, tényleg gondolom, ezt nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy annyival boxolhattam, nagyon jó boxolónak tartom. Igazándiból ez a kiütés ez nem így volt, én 6 metet hittem, hogy fogok boxolni, ezért kezdtem tartalékolni egy kicsit a másik kettőre, de jó volt a meccs nagyon, én nagyon élveztem. Boxoltam a másik Jánival, ez volt a legjobb meccsünk szerintem. Sokkal jobban szeretem volna, hogy az én kezdetem elég magasban.
Egy valóban egy jó mérkőzés volt, és úgy érzem, sok mozgásra, sok kombinációval. Teljesen jó mérkőzés volt, és nagyon örülök, hogy itt lettem.